Hello internet népe! Ebben a videóban akarok nektek mutatni egy szuper egyszerű, de nagyon látványos technikát, hogy hogyan tudtok otthon ilyen Star Trail csinálni, akár olyan képből is, ami eredetileg csak simán álló, pontszerű csillagok vannak rajta. És nagyon fontos, hogy ezt a technikát mindenki tudja majd úgy is használni, hogy ha hagyományos módon csinálod a Star Trail-t, ahogy itt a csatornán láthatod is, itt lesz egy csatorna vagy egy videólink valószínűleg, ami meg tudod nézni, ha még nem láttad, ahol egy csomó képet csinálunk egymás után a fényképezőgépünkkel vagy telefonunkkal, és abból csinálunk a végén egy ilyen csillagmozgást, egy ilyen Star Trail-t. Tehát tényleg két út létezik, csináltok egy csomó képet a csillagokról időközben, ahogy elmozdulnak, abból tudjátok megcsinálni, vagy ahogy most fogom nektek mutatni, a kicsit egyszerűbb módszert. Azt is megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok ilyen vortex, vagy ilyen fekete lyukszerű, ilyen csillagforgást, Star Trail képet csinálni, ami talán nem annyira elterjedt ide az interneten, de ha valaki jobban érdeklődik a csillagfotózás iránt, akkor már szinte biztos, hogy láthatok ilyen képet, na én mindjárt megmutatom, hogy hogyan kell csinálni. Illetve hát legalábbis az egyik módját. Villám, gyors, kis közérdekű közlemény, tök jól néz ki, fotóblokk, és amit látjátok, nemrég raktuk tele a falunkat mindenféle képekkel, és hát akkor sajnos még nem tudtuk, hogy ilyen létezik, mikor Gábor megkeresett engem, hogy létezik, és ők foglalkoznak ilyen fotóblokk nyomtatással, ami amúgy ilyen tök menő, ilyen viszonylag vastag fa darabra nyomtatják rá a saját képedet, amit elküldesz, akkor nagyon sajnáltam, hogy nem előbb keresett meg ezzel a lehetőséggel, mert ugye itt már tele van a falunk, viszont volt még egy rész, ott láthatjátok, hogy egy képet már föl is raktam. És azon kívül, hogy tök egyedi, és hogy valószínűleg nem sok háztartásban fogtok hasonló megoldással még találkozni, azon kívül van ez a ragasztó szallag megoldás, amit amúgy lehet kapni máshol is ilyen barkácsboltokban, hogy szög nélkül felrakjátok a falra, de állítólag ez valami spéci megoldás, és nagyon erősen ragaszt, és hát ahogy mondtam, egy képet már fölraktam, és szuper erősen odaragadt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg meg fogja tudni tartani, mert hát amit nagyon-nagyon nem örültem, amikor szét kellett kalapálnom a frissen festett falat a képeink miatt, úgyhogy tényleg tök örültem volna egy ilyen megoldásnak, gondoltam, hogy jelzem felétek. Ez nem egy fizetett hirdetés, annyit mondtam a Gábornak, hogyha küld nekem ezekből a képekből egy-két darabot a saját képeimmel, és ha tetszik persze, akkor megmutatom nektek is, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy megmutattam. Amúgy ezt még Ázsiában, Tájföldön készítettem ezt a fotót a drónnal, és ez az a lakatlan sziget volt, amiről szintén találtok itt egy videót a csatornán, ha valakit érdekel, itt laktunk körülbelül egy hétig, és szinte senki más nem volt rajtunk kívül a szigeten akkor. Na, szerkesszük meg azt a képet. Ahogy láthatjátok, Photoshopban vagyunk, és ez az eredeti képünk, így nézett ki az ég, ebből amúgy csináltam én is Star Trail verziót, de most megmutatom, hogy ha nem csináltam volna, akkor hogyan lehet megoldani, hogy legyen Star Trail. Hagyományos csillagforgást vagy mozgást nem csináltam, ellenben csináltam egy ilyen spirális hangulatút, ahogy láthatjátok itt a közepe is, szépen így befelé spirálisan mennek a csillagok, illetve egy kicsit extrémebbet, ahol ez így még látványosabban történik meg. És most megmutatom, hogy hogyan kell ezt csinálni. Itt egy külön fülön, nekem itt az eredeti kép, amit látjátok, egyetlen egy JPG fotóról van szó. Először is kijelölöm ezt a felső részt, ahol szépen tisztán látszódnak a csillagjaink, és nem nagyon van benne felhő, csak mondjuk ott azon a részen. Nyomok egy Ctrl-J-t, ugye ez csinál egy külön rétegen egy másolatot arról a csillagos részről. És hogyha ezt még egyszer megnyomom, akkor most már van belőle kettőnk. Ha nyomsz egy Ctrl-T-t, akkor ugye kijelöli, jobb klik, függőleges tükrözés, és csak lehúzom. Ez azért kell, hogy ugye minél nagyobb területe legyenek csillagjaink. Nyomok egy Enter. Ezt a kettőt szintén lemásolom, és lemozgatom őket egy kicsivel lejjebb. És amint láthatjátok, most van egy elég nagy összefüggő mezünk, majdnem összefüggő, de összefüggő mezünk csillagokkal. Van nálam, nem tudom mennyire látszik, nálatok nálam van itt egy pixel hiba. Fogom a négy réteget, és ezt egyesítem. És megnyitom kamera RAW-ban. Shift-Ctrl-A a gyors billentyűje a kamera RAW-nak. És most megpróbálom ezeket a világos részeket, meg ezt a sötét részt egy picit így kiegyenlíteni a képen. Tehát fogom ezt az ovális vagy sugaras szűrőeszközt, és megpróbálom ezeket a részeket tényleg rendbe dobni. Egy kicsit csak a kontrasztot felhúzom. Amint látjátok, nem kell, hogy profi legyen, nem tökéletes, nekünk ez így teljesen meg fog felelni.
Az ilyen nagyon ismétlődő csillagokat, ha akarjátok, kijavíthatjátok, amúgy ennek sincsen túl nagy jelentősége az ügy szempontjából, mert hogy úgysem nagyon fognak külön látszódni. Ha ezzel megvagy, akkor ezt most behúzom ide alulra, és a felső képünkön ki kell jelölnünk az eget. Én ezt most nagyon elnagyolva fogom csak kijelölni ezzel a gyors kijelölés eszközzel, kicsit belenagyítok, de nagy energiát nem rakok bele, ti majd rakjatok ennél egy kicsit többet. A kijelölést azt kibővítem, hogy biztosan ki legyen jelölve az egész ég, mondjuk egy darab pixellel. Kész is. És csinálok erre egy olyan maszkot, hogy nyomom közben az altot. És így most eltűnik az egünk, hiszen csináltunk egy maszkot, és az új ég jelenik meg, ugye, amit ide csináltunk. Ez, valószínűleg neked erre nem lesz szükséged, de én egy picit azt akarom, hogy ne legyen ennyire kékes a hegynek a teteje, tehát, hogy ezt így villámban megcsinálom egy görbével. Én nagyon-nagyon picit sötétítem, úgyhogy a clipping mask itt be van nyomva. Én nagyon-nagyon picit sötétítem, és nagyon kicsit lehúzok a kékekből. Valahogy így. Tök jól néz ki. Oké, foglalkozunk az éggel. Csinálunk egy másolatot erről a rétegről, és ezt átállítom világosítás blending módra. Ugye ez azt jelenti, hogy csak az fog megjelenni ezeken a rétegeken, ami világosabb, mint az alatta levő réteg. Nyomok egy Ctrl-T-t, itt van a rétegünk, és amint láthatjátok, ez a rétegünk közepe, hogyha ez neked nem látszik, akkor itt tudod ki bekapcsolni. És ezt át tudod helyezni. Én ide fogom körülbelül helyezni, ha nagyon szélre helyezed, vagy nagyon elmész a középponttól, akkor az problémákat tud előidézni, amit mindjárt látni is fogsz, hogy mi az, én mondjuk kiválasztok itt egy csillagot, mondjuk őt. Oké. Itt fönt vannak érdekes beállításaink. Az egyik az, hogy mennyit forogjon el, a másik pedig az, hogy mennyit zoomoljon ki vagy be időközben. Kezdjük egy 0,2%-os forgással. És most, hogyha megnézed itt a széleken, akkor láthatod, hogy ez így szépen elforog. És ha csak a forgást állítod be, és ezt sokszorozod azon a módon, amit mindjárt megmutatok, hogyan, akkor lesz egy hagyományos sztártéled. Viszont, hogyha ki vagy bezumolsz ez idő alatt, akkor nézzük meg, hogy kettesre állítom, itt is mondjuk 100,2, itt pedig 0,2 a forgás, és 100,2 a zoom. És amint láthatjátok, így egyszerre fog zoomolni, és egyszerre fog forogni. Úgyhogy nyomsz egy pipát, akkor a beállítások érvénybe lépnek, nyomok egy Ctrl-0-át, ezzel kimész a teljes képernyőre, és most figyeljetek, Shift, Ctrl, Alt és T betűt. Kezdjétek el folyamatosan nyomkodni. Annyiszor nyomjátok, ahány réteget akartok ezekkel a változtatásokkal, hogy életbe lépjem. Én most megnyomtam egy csomószor, hagyom, hogy hadd dolgozzon a gép. És kész is van. Amint látjátok, így néz ki a képünk. Körülbelül 40 darab fotóból, hogyha ide lemegyek, hát hármasson indultunk, akkor ez 37 darab fotó durván. És hogyha akarom, akkor még csak nyomom a Shift-Ctrl-T-t tovább, és még tudom sokszorozni, és egyre hosszabbak és hosszabbak lesznek ezek. Ha elég hosszú a spirálunk, akkor csak kijelölöd az összes fotónkat, jobb klik, rétegek egyesítése, nyomok egy Ctrl-T-t megint, és áthelyezhetem a képünket valahová, illetve hát a forgáspontunkat, sőt, akár még egy kicsit bele is zoomolhatok, és mondjuk úgy, hogy én ott szeretném a forgáspontot. És ennyi, ennyi a technika. Amire nagyon-nagyon figyeljetek, én is egy kicsit elnagyoltan csináltam, hogyha nem jól állítjátok be, akkor túl nagy hézagok lesznek itt a csillagok között, és nem feltétlenül fog szuper jól kinézni, tehát nagyon óvatosan lehet, hogy érdemes lett volna a zoomot mondjuk csak a felére állítani, és akkor ez sokkal-sokkal egybefüggőbb lenne itt a széleken. Ha valamelyikőtök használná ezt a technikát és a posztban megjelöltök, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket alkottok majd vele, előre is köszönöm. Aki pedig gyorsabban szeretne megtanulni fotózni, az mindenféleképpen nézzen fel az oktatás.zolexplorer.com oldalra, mert hogy a kamerával a világ körül kettes tanfolyamban lesznek olyan változások, aminek abszolút ti lesztek a nyertesei, tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív változás lesz szerintem, de a poén még nem akarom lelőni. Mikor ezt a videót nézed, lehet, hogy ez már meg is történt, úgyhogy videó alatt a link, nézzétek meg azt az oldalt is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Iratkozzatok föl, hogyha ezt még nem tettétek meg. Fotós, videós vagy online pénzkeresős tartalmakért. A következő videóban találkozunk. Végig napot!